beton dzsungel ösvényein. Kincskeresők. Üdvözlöm Önöket! Mai adásunkban a beton dzsungel egy veszélyes törzsét, a kincskeresőket mutatjuk be Önöknek. Ez a szegény törzs a föld alatti kincsek kereséséből próbálja fenntartani magát. Feltöri a kemény talajt, és mélyre ás a gyors meggazdagodás reményében. Kincskeresőknél gyakori, hogy egy a gödörben dolgozik, a többi pedig az árok körül biztatja, vagy nézi társa munkáját. Ennek oka, hogy a kincstalálás esélye igen alacsony. A fizikai munka hatására a kincskereső tesztoszteron szintje nő. Igénye fokozódik a női figyelem után. Feltűnt egy női jegyed. Párzási szándékát öltözékével jelzi. A csoport domináns tagjai, hogy felhívják magukra a figyelmet, hangot adnak ki az irányába. A nő láthatólag nem reagál. Ez azért lehet, mert csak olyan egyedekkel veszi fel a kapcsolatot, akik már megtalálták a kincset. A betondzsungel női egyedei párzáshoz a magasabb egzisztenciával bíró férfiak társaságát keresik. A kincskeresés folytatódik. Egy idős női egyed közeledik. Lássuk, a kincskeresők hogy reagálnak. Nincs jeladás. A természet törvényei itt is kegyetlenek. Ez a táskás női egyed az árok felé közeledve furcsa, égnek emelt ököltartással jelzi, hogy az aranyásoknak nem érdemes jeleket kibocsátani felé. A törzset ez láthatólag nem zavarja. Ezért a nőstény éles karmai felmutatásával is jelzi, hogy a párzás nem aktuális. Ugyan egyetlen megfigyelés sem bizonyítja, hogy ásás közben létrejött volna már utódnemzés, de a kincskeresők fáradhatatlanul adják jeleiket. Ezzel búcsúzunk, viszontlátásra!